Leszakadt az autó eleje az egyik oldalon, olyan erővel ütközött össze a jármű egy elektromos kerékpárral Dunaföldváron a hét elején. Azért történt a baleset, mert az autó sofőrje nem adott elsőbséget a körforgalomban, egy elektromos kerékpáron közlekedő idős asszonynak és elütötte. Nem biztosított elsőbséget a védett úton közlekedő, az Alsó Bölcske utca irányából, a Mészáros utca irányába elektromos kerékpárral közlekedő 71 éves asszonynak és elütötte. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Ezek a felvételek pedig már Bonyhád külterületén készültek egy másik balesetnél. Itt két autó ütközött össze, szintén azért, mert az egyik nem adott elsőbséget a másik sofőrnek. Egy 33 éves férfi közlekedett az 5603-as úton Bonyhád irányából, Bonyhád-Börzsöny irányába, amikor a 19-es kilométer szelvényhez érve balra kívánt tovább haladni, de nem biztosított elsőbséget a Bonyhád-Börzsöny irányából egyenesen tovább haladni szándékozó személyautónak, és összeütköztek. A balesetet okozó sofőr könnyebben, a vétlen jármű vezetője súlyosan megsérült. A megye területén az egyenruhások további 6 anyagi káros közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a hét elején. Tolna megyében idén augusztus közepéig 9 halálos és 179 súlyos sérüléssel járó baleset történt.